Megjelent a sajtóban koronatanúnak nevezett férfi a fővárosi ingatlan botrányt vizsgáló bizottság előtt. Szóban is megerősítette, hogy a cáfolatok ellenére idén májusban valóban el akarta adni a városházát a budapesti vezetés. Ő is részt vett egy ilyen tárgyaláson, sőt 10%-os kenőpénzekről és jutalékos rendszerről is van tudomása. A koronatanú sajtóhírek szerint régebben Bajnai Gordon kollégája volt. Azt mondta, hogy kész a rendőrségen vagy a bíróságon is vallomást tenni. Az értékesítések a főváros vezetőinek, így a főpolgármester úr tudtával, beleegyezésével történik. Egy ingatlanfejlesztő közjegyző előttet nyilatkozatából idézett múlt héten a Fidesz fővárosi frakció vezetője. Láng Zsolt akkor közölte, a levél írója jelen volt a városháza eladását célzó egyik megbeszélésen, amiről korábban Anonymous, az állarcos figura több hangfelvételt is közölt. Zavaros ügyet keltenek, ami tulajdonképpen az ég adta világon senki nem érti ezt az ügyet, azért mert az ügy nincs. Karácsony Gergely néhány órával később Facebook oldalán újfent a Fideszt vádolta meg azzal, hogy ők akarták megvenni a városházát. Ez a Zentai nevű fideszes is egy bűnöző, utalt a főpolgármester egy Zentai Péter nevű vállalkozóra. Jó napot kívánok, ön Bodnár Dezső? Legyen kedves, foglaljon helyet itt nálunk. A főpolgármester azonban mellé fogott. A városháza ügy koronatanúja ugyanis Bodnár Dezső egyéni vállalkozó, aki korábban együtt dolgozott a Wallisnál, Bajnai Gordonnal és a felvételeken többször is megszólaló Gansperger Gyulával. Bankban dolgoztam, Magyar Hitelban, utána a Cél-Leasing részvénytársaságnak voltam a vezetője, majd a Wallis csoportnál ingatlanfejlesztői területen dolgoztam, és ott végeztem feladatokat. Bodnár Dezső a Városháza ügyet vizsgáló fővárosi bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy idén május 5-én hívták el a fővárosi vagyonkezelő tájékoztatójára, amelyen több, így a Tétényi úti, a Rimaszombat utcai és a Bécsi úti ingatlanok értékesítéséről tárgyaltak. A találkozót Berki Zsolt úr szervezte. De ott volt még a megbeszélésen Barcsé Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója mellett Gansperger Gyula, Bajnai Gordon volt miniszterelnök egykori harcostársa és a befektető képviselője is. A tanú azt állította a Momentumos Soproni Tamás kérdésére, többször is elhangzott, hogy a városháza eladásáról Karácsony Gergely és a főváros vezetésének tudtával és beleegyezésével tárgyaltak. Konkrétan az, hogy a főváros vezetői, így a főpolgármester például beleegyezett a városháza értékesítésébe. Többször is elhangzott, igen. Bodnár Dezső a bizottság előtt arról is beszélt, hogy egy másik megbeszélésen esett szó a 10%-os jutalékról, amelyet Berki Zsolt kért volna az üzlet után. Elég nyomatékosan kellett elhangozni annak az opciónak, hogy eladják a városházat. Láng Zsolt a bizottság fideszes alelnöke szerint többen nem mondanak igazat, így Karácsony Gergely sem, hiszen van ügy méghozzá a városháza eladásáról szóló. Kiderült. El akarták adni, ráadásul fél évvel azután, hogy önök valamilyen döntést hoztak, mert nem tudjuk még milyen döntést hoztak. Amint, hogyha minden igaz, akkor itt a vizsgálóbizottság 4 baloldali képviselőjéből 3 jelen volt. Kovács Péter bizottsági elnök az elhangzottakat úgy összegezte. Egyértelműen kiderült a meghallgatáson, hogy a május 5-i tárgyaláson szó esett a városháza eladásáról és arról is, hogy a tárgyalásokat a fővárosi vezetés jóváhagyásával folytatták.